A lassan 25 éves múltnak örvendő Step Dance sportklubot a profi, de vidám hangulatú csapatszellem jellemzi. Programjukban megtalálhatóak a standard és latin táncok, illetve a modern, klasszikus táncok egyaránt. A több száz gyereket megmozgató klubot Pál Gabriella és Pál István oktatópáros tartja kézben, akiket a kezdetekről, a táncról, oktatásról és kulisszatitkokról faggatunk. Sziasztok, köszöntöm titeket! Sziasztok! Sziasztok, köszönjük a meghívást! Mikor találkoztatok ti először a táncsal? Hol tanultatok? Hát az én édesanyám tanárnőként dolgozott egy iskolába, ahol rendezvényeket szervezett, ilyen évvégi rendezvényeket, és annyira szerették a gyerkőcök, hogy úgy döntött, hogy megpróbálja ezt iskolán kívül is, és így alapította meg a Step Dance Sportklubot, ahova én már szinte beleszülettem, tehát ez 97-ben alakult, én akkor 6 éves voltam, úgyhogy én már akkor találkoztam. Eleinte nagyon nehéz volt nekem, így fiúként tánc, annyira nem vonzott, de a barátaim vittek bele, hogy menjünk el, táncoljunk, és nekem ez volt az első ilyen élményem. Igen, abban az időben nem volt ennyi iskola utáni foglalkozás, így mindenki, aki valamilyen mozgást szeretett volna délután végezni, az táncórára járt. Úgymond divat is volt táncórára járni. Színes volt, hangulatos volt, színpadi élményeket nyújtott, és így találkoztam én is a barátnőim után. Érdekelt engem is a tánciskola, megmondom őszintén, hát gyerekként nem is gondoltam volna, hogy eddig táncolom az életem. Hobbiként kezdődött, aztán örök szerelem lett. 25 év van a klub mögött. Azóta ti vezetitek? Úgymond örökségül kaptátok ezt a klubot? Táncosként kezdtük mind a ketten, és úgymond belenevelődtünk. Nagy létszámú csoportokról van szó, tehát a kezdetektől, és Ági néni, Istvánnak az édesanyukája, a vezetőnek mindig szüksége volt segítségre, hiszen nem volt képes egyedül ennyi csoportot koordinálni és ennyi órát leadni, így mindig igyekezett maga mellé kisegítőket nevelni, többünkkel megpróbálkozott, és gondolom helytáltam a szemében, viszont nagyon is örülök, hogy nehéz volt helytállni neki, megfelelni, hiszen megtanultam már gyerekként, hogy mit jelent keményen dolgozni és maximálisan teljesíteni minden körülmény között. Igen, amikor bimbózott ugye köztetek a szerelem, akkor Ági néni, az édesanyád nem örült ennek a kapcsolatnak, mert azt mondta, hogy hát, hogy a kapcsolat azért tönkreteheti a táncot, és ezáltal ugye a step dance-et is, mert mi van ugye, hogyha összevesztek, vagy valami történik, akkor hogy tudtok majd közösen táncolni? Hogyan reagáltatok amúgy ti erre? Illetve végül mit hozott a sors? Tehát mosolyogtok, tehát hogy végül nem így alakult, de meséljetek, mert ez egészen izgalmas. Hát, ez egy... Szinte azt lehet mondani, hogy ez egy szerelmi háromszög, mivel a tánc sokszor volt, hogy összetartott. Azzal, hogy ő ezt mondta, segített minket, hogy soha ne legyen az, hogy a klubnak a róvására menjen az, hogy esetleg mi otthon nem vagyunk jól, vagy valami probléma van. Ezáltal otthon se lehetett nagy probléma, mivel akkor a klub megérezni, és mindig úgy játszottunk ezekkel a dolgokkal, hogy minden megmaradjon, minden menjen, és idáig vezetett, hogy azóta is együtt vagyunk, és egyre igen, jobban szeretjük egymást. Ez 11 éves fogadalom kettőnk között, hogy már akkor megfogadtuk egymásnak, hogy mindig a klub lesz az első, és hogy az nem szenvedheti kárát a mi személyes problémánknak. Tudtuk, hogy kemény fába vágjuk a fejszénket, de... Azt kell mondjam így 11 év távlatából is, hogy a klub segített abban, hogy mi együtt maradjunk, és a mi együttmaradásunk segített abban, hogy a klub mai nap működik. Milyen szép. De ez amúgy látszik köztetek, tehát hogy érződik a kémia, vibrálás. A produkciókat ketten hozzátok létre. Mindennel ti foglalkoztok. Koreográfia, zene, ruha, adminisztratív dolgok. Hogyan oszlik meg köztetek a feladat? Hát... Gabika nagyon kreatív és nagyon tehetséges, tehát ilyen szempontból, ami ilyen különleges érzelmeket igényel, azért általában ő szokott
felelni, nagyon jól bánik a gyerkőcökkel is, mondjuk egyaránt tanítunk mind a ketten. Én inkább ugye a látvány részét, a videózás részét, azt, hogy mi mutat jól a színpadon, nagyjából így próbáljuk fel, tehát én a látványérő az érzelmes részért felel, viszont minden gondot, problémát, ötletet megvitatunk, és akinek jobb érvei vannak, az nyer, azé fog megvalósulni. A ruhákat nem te tervezed. Azokat nem. A jó érvek melletti döntést megtanultuk ezt a 11 év alatt, tehát kezdetben nem volt ilyen könnyű és zökkenőmentes ez a dolog, viszont tanultunk egymástól nagyon sokat, és nagyon jól fogalmazott István azzal, hogy kiegészítjük egymást, mert valóban, tehát nekem én úgy érzem, hogy annyival könnyebb dolgom van, hogy lányként, nőneműként valahogy a gyerekek szemében felveszem az anyuka szerepet, és hozzám könnyebben jönnek kérdésért, problémával, vagy bármivel, illetve ezt is tanultuk, hogy a közösségünkben egy fontos az, hogy egy családi hangulatú tevékenység zajoljon, az, hogy meglegyen a közös tisztelet, mellette meg kell legyen az, hogy bíznak is bennünk, és merjenek beszélni bármiről. Ugye kis közösségben lakunk, tehát nehéz nem ismerni mindenkit, és tudjuk mindenkinek a személyes problémáját, sokkal könnyebben megértjük, hogyha valaki esetleg aznap kevésbé teljesít, vagy bármi, és így úgy gondolom, hogy emiatt is könnyebb, talán István szerint emiatt bánok jól a gyerekekkel, nem tudom, való igaz, hogy nagyon-nagyon jól megértjük egymást. Nagyon szeretem én is őket, és ahogy érzem, ahogy a visszajelzéseket kapom minden nap, ők is nagyon szeretnek engem, amiért nagyon hálás vagyok. És igen, amúgy az ilyen szép érzék része az én feladatom, a ruhák, a díszlet, az előadásnak a koncepcióját, azt együtt szoktuk megbeszélni, hogy mi legyen az a látványos elem, amit kiemelünk, mert rendszerint most már az utóbbi időben azt szoktuk csinálni, ami nagyon jó koncepció, hogy egy meglévő ismert történetet táncolunk el és viszünk színpadra, és azt beszéljük meg a forgatókönyvét, hogy milyen részeket ragadjunk ki, aminek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, amit eltáncolunk show-val, látványban, vagy bármilyen módszerrel, amit kihangsúlyozhatunk az előadásban. Ez közös döntés, és István abban nagyon ügyes, hogy tudja, hogy most mi a trend, nekem erre nincs időm soha, hogy kövessem a fiatalokkal, tartsam a tempót. István nagyon fiatalos, lendületes, tehát ez az ő csoportjai, az ő kapcsolattartása a táncosaival inkább ilyen, és nagyon megvan köztük az az összhang, hogy barátibb a hangulat, a kapcsolatuk, és István az, aki felel azért, hogy mi az aktuális trend, mi az, ami aktuálisan működik, és így közösen majd kitöltjük, hogy táncos legyen, és élvezhető, és a nagyvilág elé kerülhessen. Olyan jó, hogy ezt mondtátok, hogy családdá nőtte ki magát, mert nagyon jó egy közösséghez tartozni, már kicsi korban elkezdeni ezt. És nagyon sok mindent felsoroltál, hogy mi az a plusz, amit még kapnak a táncon kívül. Azért könnyű nekünk ezt most csinálni, mert táncosokból lettünk tanárok, tehát voltunk mind a ketten a vonal másik oldalán is, és tudjuk, mit jelent küzdeni. Milyen az, amikor meg vagy különböztetve a többitől, amikor azt érzed, hogy te mindent megtettél, de mégis van nálad jobb, és hogy ezt meg kellett tanuljuk kezelni, elfogadni a saját határainkat, vagy túllépni azokat, és küzdködtünk, teljesíteni kellett, megfelelni kellett, és tudjuk emiatt azt, hogy mind mennek keresztül a táncosok, és lelkiekben próbálunk nekik segíteni, hogy kitartóak legyenek, mert azt is tudjuk, hogy messze nem a tehetség az első egy profi sportnál, hanem a kitartás, a szorgalom, a rendszeresség, ezek mindig felülmúlják azt, hogy valaki tehetséges. És ezt próbáljuk bennük erősíteni folyamatosan, hogy vannak hullámvölgyek, mindig, amikor már elértünk egy fejlődési szintet, mindig motiváljuk őket, hogy itt nincs vége, elértünk egy fejlődési szintet, oké, akkor nyomjuk tovább. Tehát nincs olyan, hogy na most kényelmesen beleülünk, hogy én most már nagyon ügyes táncos vagyok, és vége, mert egy táncos soha nincs készen. És ezt próbáljuk beléjük nevelni és elhitetni, és tehát az elhitetni azt úgy értem, hogy látják magukon is a fejlődésükön, a munkájuk által, hogy igen, amikről mi beszélünk a küzdelmes munka alatt, az igaz. Mert mi azt megéltük, megtapasztaltuk, és most már ők is tapasztalhatják magukon. És nagyon fontos nekünk az, hogy amikor hozzánk jönnek táncolni, ne csak egy hobbiként fogják ezt fel, hanem szeressenek oda tartozni, hogy amikor nehézség van otthon, iskolában vagy bárhol, ne legyen kérdés az, hogy mert ezt most ő feladja, mert ez neki egy plusz teher, hanem
hanem szóba se jöhet ilyen. És ezt igyekszünk megtartani. Az tény amúgy, hogy profizmus, alázat és fegyelem jellemzi a munkátokat, és ez látszik, sugárzik belőletek és a végtermékből is. Hány településen oktattok amúgy, illetve hány gyereket koordináltok? Hát olyan... Összetudjátok számolni? 300 és most nagyon nehéz így a Covid időszak miatt. Vannak csoportok, azok a csoportok, akik csak úgy hobbiként jártak, és most elsősorban a felnőttekre gondolok, mert a gyermekek azok mindig az elsők. Sok csoportot most muszáj volt hanyagoljunk, mivel fel kellett osztuk a nagyobb csoportokat kisebb csoportokra, hogy folytathassuk így a munkát. Olyan 300 és 500 között vannak a diákjaink száma, ez változó, van mikor több, van mikor kevesebb, hogyha indulnak ilyen felnőtt tanfolyamok. Természetesen akkor szoktuk elérni a nagyobb létszámot. Nagyjából... Minden évben minimum egyszer megmutatjátok a nagy közönségnek az évi munka eredményét. Mi volt 2020-ban? Hogyan tudtátok ezt megmutatni, és hogyan tudtatok próbálni egyáltalán? Hát elsősorban nagy szerencsénk volt, mert ahogy lezajlott Gyergyószent Miklóson a gálaműsor sorozatunk, rá 3 hétre leállt minden. Tehát éppen, hogy volt időnk azt az éves munkát bemutatni. Sajnáltuk, ami történt, de mindenkiben benne volt ez a hála és megnyugvás, hogy de jó, hogy éppen még csak, hogy belefértünk, szerencsére jól időzítettünk. Sajnálatos módon a környező településeken nem tudtuk megcsinálni emiatt. Remettem de azt majd be fogjuk pótolni később. Viszont a 2020-as gálaműsorunk az megvalósulhatott, úgyhogy nem éreztünk abban hiányt, viszont borzasztóan sok idő telt el már el azóta, hogy nem léphettünk színpadra, és egy táncosnak a színpada, a világa, a mindene, a közönség, a visszajelzés, a visszaigazolás. Nagyon várjuk, hogy mikor léphetünk újra színpadra, úgyhogy gőzerővel készülünk amúgy, csendben, nyugodtan, kicsi létszámmal, de igyekszünk, hát ha mielőbb sikerül. És mindig arra törekedtek, hogy fölülmúljátok az előző év teljesítményét. Mi motivált titeket, vagy hogyan tudjátok mindezt még fokozni? Hát szerintem az, hogy évről évre gyűjtjük a tapasztalatot, mi is látjuk, minden előadás alatt tanulunk egyet. Úgy szoktuk, tehát az előadásnak, mikor vége van, akkor mindig az első kérdés szülőkhöz, gyermekekhez, hogy na milyen volt, mibe kell még fejlődjünk, mi az, ami nem volt jó az előadásunkban, és akkor így mindig egyre reméljük, hogy jobbak és jobbak leszünk. A szülők visszajelzése, a gyerekek visszajelzése, időről időre a trendeket, hogy be tudjuk tartani, rengeteget gondolkozunk rajta, a szöveget megírjuk, tehát minden ilyesmi ahhoz fog hozzájárulni, remélhetőleg, hogy jobb legyen a következő előadásunk. Természetesen, amikor megvalósul egy gálaműsor, utána én mindig azt érzem, hogy nem tudom, hogy tudok ennél jobbat. De aztán mindig van tovább, és így, ahogy visszatekintünk, visszanézzük a régi videóinkat, szemmel követhető a fejlődés útja. Tehát pont úgy, ahogy a gyerekek fejlődnek, úgy mi is, és ma már a 4 éves, jó, nem veszem a 4 éves, legyen az, hogy egy 4 éves tapasztalattal, legyen a 8-10 éves korosztály, mennyire sok mindent tudnak már az évekkel ezelőtti 8-10 éves korosztályhoz képest. Tehát ugyanolyan hatalmas fejlődésen mennek át, mint ahogy minden sportág. Amúgy az igazság, hogy egy kicsit fel is gyorsult a világ, és egyre nagyobb az elvárás, de igyekszünk lépkedni ezen a talajon mi is. Mi a tapasztalatotok, hogy azok a diákok, akik kikerülnek a kezeitek közül, hány százalékukból lesz táncos esetleg, vagy hogyan tudják felhasználni az életben a táncot? Hát azok, akik elérnek egy olyan szintre nálunk a tánciskolába, hogy tényleg végig ott vannak, azok valamilyen formában mindig. Tehát a legrosszabb esetben is, bár esküvős koreográfiákat barátoknak, valakinek biztos, hogy be fognak tanítani. Nagyon sokan vannak, akik a mi tánciskolánktól kerültek ki, és már esetleg tánciskolájuk van, tánccal foglalkoznak, valahol tanítanak. Sokan vannak, akik, vagy volt olyan, aki elment hajóra oktatni, tehát egy szakmát is adunk valamilyen formába, természetesen nagy a verseny, nagy a konkurencia, de aki kitart a végsőkig, annak mindenképp van a táncos világba helye, mi is alkalmazunk, tehát a táncosainkból a legjobbakat próbáljuk magunk közelébe tartani,
hogy ezáltal egyre nőjön és gyarapodjon a klubunk. Most is jelenleg is vannak edzőink, akik különböző falvakon, különböző településeken tanítanak, tehát próbálunk munkát is adni nekik, hogy megérje ezt csinálni nekik már gyermekkoruktól. És természetesen, hogyha nem a táncos szakmában helyezkednek el, ezen kívül is nagyon sok mindent adott és ad nekik a táncos múltjuk, hiszen bátrabban állnak ki közönség elé, magabiztosabbak. Az én tapasztalatom is az volt egyetemen, hogy nagyon könnyű volt nekem előadást tartani, mindig meg volt említve, hogy na ez igen, ezt így kell csinálni, hogy határozottabbak, kreatívabbak, sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni a felmerülő problémákhoz, könnyebben oldják meg azokat, leleményességet is tanulnak közben, mert ahogy a generációk fejlődnek, úgy, tehát az előadásaink, amikor készülnek, mi a díszletünket többnyire saját kezűleg oldjuk meg, és ott a teremben, tehát szoktuk kacagni, hogy dekorációs műhely is van, működik nálunk, és ezt is megtanulják, hogy kicsiből mit lehet alkotni. Az, hogy mai világban merjél kiállni és kommunikálni, és elmond a véleményedet, illetve tudj válaszolni egy kérdésre több bővített mondatban, ezt is megtanulják, mert megtanulnak szerepelni, megtanulják a figyelmet kezelni, és emiatt látom, nem beszélve arról, hogy a testtudatuk, a testtartásuk, az egészségtudatuk, maga az egészséghez fűződő viszonyuk mennyire megváltozik, és megtanulnak küzdeni. És ugye mindennek van eredménye, és gratulálunk, hiszen ugye az év tánca nemzetközi táncversenyen Debrecenben 150 nevező közül ugye kerültetek ki elsőként, és most már lassan zsinórban harmadszor, hogyha jól tudom. Mit jelent nektek ez a díj, és hogyan készültetek ide, mert ha jól tudjuk, akkor nem volt szokványos ugye az idei készülődés. Relatív, hogy nem volt szokványos, mert nagyon jellemző ránk, hogy mindent utolsó percen teljesítünk. Abban nem szokványos, hogy ugye most ez a helyzet miatt egy kicsit nehezebb készülni, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lehetőségünk volt. Ugye Hargita megye legtöbb esetben zöld zóna volt, és meg volt engedve ugye létszámkorlátozás mellett az, hogy működjünk. Így a csoportokat leredukálva, kiválasztva a versenyszereplőket így meg tudtuk valósítani, való igaz, hogy egy nap alatt, de azt is mondtam, hogy azért tudtuk megcsinálni az elmúlt évek, hónapok kemény munkája miatt. Tehát, hogyha nem dolgoztunk volna becsületesen és határozottan, céltudatosan, akkor nem tudtuk volna megcsinálni ezt a teljesítményt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük. És további sok sikert nagyon nektek. Szépen, köszönjük nektek. Mi köszönjük a meghívást. We'll be right back.